Sziasztok! Köszöntelek titeket! Újra itt a Giga Virág Szerencsi csatornámon. Alex vagyok, a videók készítője. Csatornámon legfőképpen sorsírkaparásokat, illetve teljes kaparásokat láthattok. Gyertek, kaparjunk együtt sorsjegyeket, és éljük át a szerencse pillanatát. És most következzen a sorsjegyek lekaparása. Sziasztok, Alex vagyok a Giga Virág Szerencsi csatornáról. A mai videóra hoztam nektek kettő darab Vodi új legújabb, legfrissebb nyereményezőn sorsjegyet, és most ezeket fogjuk megnézni, hogy milyen nyereményeket tartogatnak számunkra. Tartsatok velünk! És akkor most kezdjük is el a nyereményezőn sorsjegyek lekaparását. Elsőnek a 0-15-öset fogom lekaparni, nézzük, hogy milyen nyereményt tartogat számunkra. Kezdünk egy 44-essel, itt van a piros mezőben, és abból nem látok többet. Nézzük a következő nyerőszámot, ami az 50-es, itt van a narancssárga mezőben egy 50-esünk, és ebből itt van még a lilában is egy 50-es. Ugye egy szám többször is szerepelhet egy sorsjegyen. Nézzük tovább. A következő a 2-es. Itt van a lila mezőben. Oda már csak két szám kell. És a kék mezőben is itt van egy 2-es. Nézzük tovább. A következő a 9-es. Itt van a narancssárga mezőben. Egy 9-esünk. És ebből nem látok többet. Nézzük a következőt, ami a 6-os. Itt van a kék mezőben egy 6-osunk. És ebből sem látok többet. Nézzük a következő nyerőszámot, ami a 38-as. Ebből olyat nem látok. Nézzük a következőt. Ugye van olyan szám is, ami nem is szerepel a játékban, tehát arra figyeljetek, mert olyan szám is van a számsorban, ami nem szerepel a mezőben. 29-es, a következő, itt van a zöld mezőben. Abból nem látok többet. A következő a 46-os, itt van a lila mezőben, és már most a 24-esen nyerhetünk is. Nézzük, hogy bejön-e, még van 4 esély. 49-es a következő. Itt van a piros mezőben. És abból nem látok többet. Nézzük a következőt. 31-es. Itt van a piros mezőben. Már most a 36-ossal is nyerhetünk. Illetve a zöld mezőben is van egy 31-es. Szuper! Nézzük az utolsó előtt nyerőszámot. Ami a 11-es. És olyanunk itt van a sárga mezőben. És az utolsó pedig a 47-es. De olyat nem látok, nem jött ki sajnos egyetlen oszlopunk sem, hiánytalanul. Nézzük, hogy találunk egy cseri szimbólumot fix 5000 forintért. Van egy kaktusz, és egy szív, sajnos nem jött a cseri szimbólum. Ezzel a sorsjeggyel nem sikerült nyereményt elérni. A betűim pedig egy N betű, és egy Z betű különböznek sajnos. Akkor most nézzük a mai videónk utolsó sorsjegyét, a 0-26-os nyereményezőn sorsjegyet. Nézzük, hogy hát ezen sikerül valami szépet nyerni. Nézzük, hogy kijön egy oszlopunk hiánytalanul. Kezdünk egy 49-essel. Itt van a sárga mezőben, egy 49-es. 20-as,
Itt van a narancssárga mezőben. És még a lila mezőben is van egy 20-asunk. Nézzük a következőt. 33-as. Olyanunk nincs. 3-as a következő. Itt van a lila mezőben. Jó, abból nincs több. 22-es a következő. Itt van a kék mezőben. 42-es. Itt van a piros mezőben egy 42-esünk. Illetve a kék mezőben is van egy 42-esünk. Oda már csak két szám kell. 16-os. Itt van a zöld mezőben. És abból nem látok többet. Nézzük tovább. 37-es. Itt van a narancssárga mezőben. Illetve a kék mezőben is van egy 37-esünk. Már most a 25-össel nyerhetünk. Nézzük, hogy bejön-e. Még van egy csomó esély. 11-es. Itt van a zöld mezőben. Ebből csak ez az egy volt. 50-es. Itt van a piros mezőben. 32-es. Itt van a citromsárga mezőben egy 32-esünk, illetve a zöld mezőben is van egy 32-esünk. Már most a 40-essel is nyerhetünk. Nézzük, hogy melyik fog bejönni. 4-es, itt van a sárga mezőben, egy 4-esünk, de sajnos nem jött ki egyetlen egy sorunk, vagyis oszlopunk sem, hiánytalanul. Nézzük, hogy találunk egy cseresznye szimbólumot fix 5000 forintért a második játékon. Van egy nyalóka, és egy dinnye, sajnos nem lett cseresznye szimbólumunk. A betűink pedig egy R betű, és egy E betű különböznek sajnos. És akkor most nézzük, hogy találunk-e cseresznye szimbólumot a sorsjegyen. Nézzük meg először a 0-15-ösön, hogy találunk-e cseresznyét. Ugye itt van egy szív, dinnye, és korona, itt nem volt cseresznye szimbólum. Nézzük a második mezőt, ugye itt van egy kaktusz, nyalóka, és jégkrém, itt sem volt sajnos cseresznye szimbólum. Tehát a 0-15-ösön nem sikerült nyereményt elérni. Nézzük a 0-26-ost, hát ha ezen sikerül cseresznye szimbólumot találni. Itt van egy dinnye, korona, és egy száj, sajnos nincs cseresznye szimbólum. Ugye itt a második alatt van egy nyalóka, kaktusz, és csillag, sajnos nem sikerült cseresznye szimbólumot találnunk. Tehát összegezve a mai videót, 2 darab vadió nyeremény az önsorsjegyet kapartam le, és abból sajnos egyik sem volt nyerő. Hát ez elég szomorú, hogy így alakult ez a videó, de nem csüggedünk, hiszen továbbra is fogunk vele próbálkozni. Tartsatok velünk a továbbiakban is, hogy ne maradjatok le a legújabb, legfrissebb nyeremény az önsorsjegy kaparásról, hiszen ez egy rendkívüli sorsjegy, hiszen 50 ezer forintos rajta a fődíj, ami egy nagyon jó fődíjnak számít, és összességében 4000 darab fődíj található 5 millió darabra, ami szerintem kimagaslóan jó eredmény. Továbbá még van 40 ezer darab 10 ezer forintos, csomó-csomó 100 ezer darab 5 ezer forintos,
illetve 3000 forintos nyeremény, 2000-es nyeremény, illetve 700 darab 1000 forintos nyeremény, ami szerintem kimagaslóan jó nyeremény táblának minősül. Ebben a sorsjegyben az a legjobb, hogy 4000 ember lehet fődíjnyertes, ami szerintem kimagaslóan jó eredmény, és szerintem kívánom mindőtöknek, hogy minél többőtöknek, hogy fődíjnyertesek legyetek, a vadjú nyereményezen sorsjegyen továbbá, nyerjetek sok szép nyereményt a sorsjegyen, és okozzon nektek rengeteg-rengeteg játékélményt, hiszen ez egy nagyon jó sorsjegy. Találkozunk egy újabb videóban, én Alex voltam a Gigavirág Szerencse csatornáról, még egyszer nagyon sok szerencsét kívánunk minden kedves nézőnknek, illetve követőnknek.